Magyarország talán nem nagy ország, mégis több mint 20 történelmi borvidékkel büszkélkedhet. Ám ezek a vidékek nem is lehetnének változatosabbak. Alig kell néhány tucat kilométert megtennünk ahhoz, hogy teljesen eltérő mikroklímát, talajt, ásványi alapokat találjunk. A Balatoni borrégió elsősorban fehér borairól híres. Legjellemzőbb a Furmint és az olasz Riesling. Hát Csombogyban nagyon régi hagyományai vannak a bortermelésnek, az egészen biztos. Tehát most már lassan, 1000 éve biztosan folyik szőlőművelés ezeken a dombokon. Hát valószínűleg ugye a jó termőhelyi adottságok miatt volt ez ilyen fontos szőlő vagy bortermővidék most már lassan 1000 éve. Van egy régi mondás, hogy szerint a nagy borokat nagy vízterületek mellett lehet, vagy vízfelületek mellett lehet termelni. Hát itt nekünk ugye van egy nagyon nagy tó a Balaton. Két olyan fehér szőlőfajta van, amivel nekünk dolgoznunk kell. Az egyik az az olasz Riesling, a másik a Furmint. Ez a két fajta, amivel megbízhatóan nagy minőséget lehet készíteni. Tehát azért a világon elég kevés olyan száraz fehér bor van, ami hosszan érlelhető. A magyar olasz Riesling és a magyar Furmint mind a kettő alkalmas arra, hogy a palackozást követően 4, 5, 6, 8, 10 évesen érje el azt az érési állapotot, amikor a legszebb. Tehát én azt gondolom, hogy Badacsonyra, amikor azt mondjuk, hogy olasz Riesling, Rajna Riesling, kéknyelű, akkor van három olyan fajtánk, ami között van egy világfajta, van egy lokális fajta, és van egy abszolút unikum a kéknyelű, ami pedig tényleg csak Badacsonyban, csak Magyarországon egy rettenetesen érdekes és különleges dolog. A Somló azon kevés vidékek egyike Magyarországon, ahol szinte kizárólag hagyományos magyar szőlőfajtákkal dolgoznak vagy dolgozunk. Ezek közül a négy legfontosabb az a házlevelű, a Furmint, az olasz Riesling és a Jufark. És most egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy bárhova elvisszük a borainkat, akár mi, akár más termelők borait, a Jufark mindig az, ami kitűnik. Egy olyan egyedi íz és zamatvilága rendelkezik, amely a világon sehol máshol nem található. Az, hogy a Jufark egy nagyon népszerű fajta tud lenni a világban, az bennünket is meglepett. Hogyha Magyarországról az ember kóstol fehér borokat, akkor akár borértő ember kóstolja, akár nem borértő, a somlói bort általában ki szokták emelni, de valahogy különbözik. A somlói borokban lehet érezni enyhe sósságot. Egyértelműen megérezni a sós és az ásványos ízeket. És megnézzük, akkor itt van körülöttünk a síkság, meg itt kiáll ez a hegy. Hát valami csak van benne. Isten itt felejtett kalapja lehet, nem tudni. Ez talán egy olyan kis kozmosz, ahol ha akkor csak is nagy léptékben meg szabad gondolkodni, vagy látni. A lényeg inkább azon van, hogy ha egy bor igaz és őszinte, akkor bárhol, bármilyen szőlőt lehet termeszteni, és bort készíteni belőle.